Hát akkor még egyszer sok szeretettel köszöntelek titeket, remélem, hogy jól vagytok ma. Nagyon örülök, hogy összejött ez a beszélgetés. Szeretnénk megragadni ezt a különleges alkalmat, hogy most több vendégünk is van, úgyhogy abban bízom, hogy még színesebbé tehetjük ezt a mostani podcast adást. Arra szeretnélek kérni titeket, hogy egy néhány mondatban tegyétek meg, hogy bemutatkoztok, és elmondjátok, hogy mivel foglalkoztok. Kezdjük Orsi veled. Sziasztok, jó reggelt! Én is köszöntök mindenkit, és nagyon köszönöm, hogy itt lehetek veletek. Én a Trauma Ambulancia Egyesületet képviselem, mint önkéntes, illetve elnökségi tag. A mi munkánk egy elég különleges területtel foglalkozik, ugyanis baleseti traumán átesett személyek mentális felépülését szeretnénk támogatni, illetve hosszú távon a nagy víziónk az, hogy egy olyan világot alakíthassunk ki, egy olyan társadalmat, ami sokkal befogadóbb, ahol nincsenek tabuk, ahol a mentális kríziseken való segítség az inkább alapvetés, és nem pedig egy kínos dolog. Köszönöm szépen. Tünde? Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Én az EPI nevében ülök itt bent most, és az EPI az egy nagyon érdekes képződmény. Egy non-profit ZRT formában működünk egyébként, és azért különleges a státusza, mert segítőszervezeteket segítő szervezet. És egy közös van azokban a szervezetekben, akik most nálunk vannak, hogy mindannyian gyerekeket támogatnak valamilyen formában, vagy beteg, vagy nagyon nehéz sorsú gyerekeket. És az a modell, amit mi most már 3 éve építgetünk, egyébként ez egy ilyen innovációs kísérlet szerintem, hogyha messziről megpróbálok ránézni, ez arról szól, hogy egyrészt infrastruktúrát biztosítunk nekik, tehát egy olyan irodát, amit for profit vállalatok is megirigyelnének, tehát nagyon profi és szuper munkakörnyezetben tudják végezni a munkájukat. Teljesen egyére szabott segítséget kapnak, tehát minden szervezettel éppen a saját kihívásra, vagy a saját életfázisához tartozó elakadásokon dolgozunk együtt, és épp ez a cél, nem az a cél, hogy egy általános programot mondjuk végig vigyünk minden szervezeten, vagy ne ráerőltessük, ha mondjuk csúnyán mondom, hanem az a cél, hogy mindig mindenki a saját állapotához képes legyen egyen jobb, és egy dolog vezérli a munkánkat, az, hogy mindazzal a tudással, tapasztalattal esetleg, amit itt megszereznek a szervezetek, végső soron ők sokkal fenntarthatóbbak és ügyesebbek legyenek a piacon, ha aztán ebből a hub-szerű képződményből egyszer csak el kell menni, bár zárójelbe jegyzem meg, ezt még nem látom, hogy mert hogy mindenki nagyon szeret itt lenni. Jelenleg 16 szervezet tartozik az EPI-be, 16 alapítvány és egyesület van most nálunk, és amellett még, hogy mi egyénileg támogatjuk őket, én havonta hozok be nekik általában valami tréninget pluszban a piacról, és ezeket úgy próbálom meg összeállítani, hogy ne non-profit, tehát ne tipikus non-profit területek legyenek, hanem sokkal inkább olyan területek, amik mondjuk a for-profit működéshez már ilyen, ahhoz is már ilyen addicionálisan járulnak hozzá a sikerességhez, és érdekességek, és igen, és mindenféle csemege. És amellett nyilván, hogy mi egyesített, hogy jelen vagyunk ezeknek a szervezeteknek az életében, én azt gondolom, hogy egy független szervezetként az EPI-nek kötelessége, meg feladata, hogy tipikusan a non-profit működést, a non-profitokat érintő sztereotípiákkal dolgozzon, és segítsünk mondjuk egy világosabb, vagy egy sokkal reálisabb képet mutatni arról, hogy hogyan vannak ezek a valóságban, és ha lehet, akkor tegyünk azért, hogy amit rosszul gondol, a többség azt jól gondolja a végén. Köszönjük, majd mindjárt a sztereotípiákra úgyis vissza fogunk térni, de még előtte átadom a szót Rádi Katának. Szia, Kata! Ja, korábban érkeztem, alapítványt képviselem. Ennek a szervezetnek vagyok az alapítója, ez egy délalföldi koraszülött intenzív osztályért létrejövő alapítvány. Én egy érintett anya vagyok, nekünk van egy koraszülött gyermekünk, és amikor létrejött az alapítvány, akkor ilyen nagy célkitűzéseink voltak, hogy legyenek bútorok, meg gépek, meg érzékenyítsünk, meg egy kicsit legyünk jobban, meg hogy mi van ezekkel a koraszülött gyermekekkel, és mi fog velük történni. Aztán 2012 óta azért nagyon sokat dolgoztunk, nagyon sok tapasztalatra tettünk szert, és rájöttünk arra, hogy ezeknek a pici hősöknek van egy nagyon nagy hős anyukája, meg apukája. Ezért ebben a régióban egy sorstárs hálózatot működtetünk, közel most már meghaladja a 160 főt az önkéntes sorstárs segítőnk,
3 tanácsadóházat működtetünk, ahol gyermekeknek és, ami a legfontosabb, szülőknek adunk, nyújtunk ingyenes szolgáltatásokat, és nagyon fontos, hogy 2 anyaszállást is működtetünk, hogy az édesanyja ott lehessen a koraszülött gyermeke mellett. Ugye ezek a koraszülött intenzív osztályok, ezek régiós osztályok, tehát valahol megszületik a gyermek, és valahova elhozzák a gyermeket. Tehát ez is célunk, hogy az anya kompetenciájában megerősödjön, hogy ott van a gyermek mellett. És a legfontosabb célkitűzésem nekem ebben az évben, amellett, hogy nagyon sokat dolgozunk azon, hogy ezek a családok jobban legyenek, pontosan azok a tabu témák, amiről nem tudunk beszélni, amiről nem lehet beszélni, és az, hogy civilként én rosszul kell, hogy érezzem magam, mert a társadalom úgy gondolja, hogy én egy megélhetési alapítványban dolgozgatom, hogy én jobban érezzem magam. A segítőnek rá kell jönni, hogy nem ő érzi jól magát ebben, hanem akinek segít, és az idei évben ez az egyik célkitűzésünk, illetve az apa szerepét megerősíteni a családban. Köszönöm szépen nektek ezeket a bemutatkozásokat. Még annyiban térnék vissza erre a kérdéskörre, hogy arról meséltek nekem egy kicsit, hogy mindannyian jöttek valamilyen indítatásból, vagy kapcsolódtok ezekhez a non-profit szervekhez valamiért, de hogy mondjuk a kezdeti motivációtok, ki régebben, ki később csatlakozott ezekhez a szervekhez, de hogy mennyiben változik egy segítő munkatársnak a saját motivációja, amikor már így jobban megismeri, hogy hogy is működik a civil szféra, hogy mit tapasztaltok ti magatokon, tündekedted esetleg te most? Szívesen, én egy kicsit egyébként is kapuk tojás vagyok, szóval nekem nagyon általános volt a motiváció, én orvos szerettem már gyerekkoromban lenni, és aztán szinte mindenféle más tanultam, csak azt nem. És ott maradt mindig ez az űr bennem, hogy tehát benne voltam a karrierépítésben, jól elláttam a munkámat, de nem éreztem azt, hogy szívesen kelek föl azért, hogy bemenjek dolgozni, tehát tudtam azt, hogy valahogy vissza kell kerülnöm oda, hogy embereket segítsek valamilyen módon. Tehát nekem nagyon általános volt, és nyilván abban a pillanatban, hogy ebbe belekerültem, nekem ott volt, én kifejezetten rászántam 1 évet, hogy tanuljam azt, hogy hogy működnek a non-profitban a dolgok, mert hogy más, sok minden más, a dinamika, már tényleg ezt érteni kell, és nem is szabad nyilván ráerőszakolni semmit kívülről, amit úgy gondolunk, hogy jó. És nekem nyilván rengeteget árnyalódott, illetve konkrét célokat kapott ez a motiváció. Tehát az, hogy segíteni szeretnék, az már sokkal definiáltabb, és lebomlik részcélokra. Nyilván, ha a 2 nagy blokkot kell megfogalmazni, akkor igen, egyrészt arra, hogy ezek a szervezetek egyenként vagány, jól menő, sikeres szervezetek legyenek, és utat mutassanak, hogy hogyan is lehet egyébként non-profitokat működtetni, és a másik oldalon igen az, hogy kiálljunk és megszólaljunk olyan kérdésekbe, amik egyébként okozzák ezeknek a szervezeteknek sokszor a sikertelenségét és a küzdelmeit. Mert hogy olyan feltételrendszerbe kényszerítik őket a sztereotípiek, illetve az általános közgondolkodás, amivel saját maguk blokkolják igazából a fejlődésüket, vagy a lehetőségeiket. És hogy nyilván ezért erről beszélni kell, és ez csak úgy fog változni, ha sok mindenki beszél róla, vagy legalábbis ezt sokan így gondoljuk. És ugye bevennek állni a szervezetet. Jó, ez szerintem egy nagyon fontos és hasznos gondolat, hogy mi okozza ezt a sikertelenséget, úgyhogy erre mindenképp vissza fogunk még térni. Kata, neked a kezdeti motivációk mennyire változtak így az idő folyamán? Én azt gondolom, hogy csak komoly érintettséggel lehet jól dolgozni egy alapítványban, tehát hogy a magokat elültetni vagy elvetni. Én annak idején ugye jogászként végeztem, és mindig kerestem ezt, hogy mihez csatlakozzak. Én csak a közösségben hiszek. És minden tetszett. És nagyon emlékszem, hogy volt egy munkájám, ültem bent, ittam a kávémat, és arra gondoltam, hogy beírtam, hogy alapítvány.hu. És volt ott, nem tudom, 1000 alapítvány, és mindenhez találtam csatlakozási pontot. De semmihez sem igazán. Aztán 2012-ben megszületett a lányunk, és mi 2 hetet voltunk intenzív osztályon, és ő ma egy makkegészséges gyermek. Tehát azt gondolom, hogy így sokkal könnyebb küzdeni, hogy nem veszel energiát az, hogy egy gyermeket a nap 24 órájában kell gondozni, de elég erőt ad ahhoz, hogy ne felejtsem azt el, hogy én egész életemben egy koraszülőnő maradok. Egy olyan koraszülőnő, aki már jól van, aki tud másoknak segíteni. De
Én nagyon egyetértek Tündével, ma Magyarországon nincs kultúrája civilnek lenni. Mi rendszert váltottunk, és szeretnénk nyugat felé irányulni, de szemléletben annyira messze tartunk tőle, amíg ma Magyarországon megkérdezik azt, hogy én önkéntesként én mit kapok, vagy neked ez miért jó, vagy ezt te miért csinálod, addig nincs miről beszélni. Nem kívülről kell, azt gondolom, várni a megoldásokat, nem nagyobb szervezetektől kell várni a megoldásokat, hanem a családokban vagy kisebb közösségekben kellene már, hogy ez, hogy te segítesz ezt elültetni. Ez nem működik. Magyarországon nincs kultúrája a civilségnek, nincs kultúrája a segítésnek, és ami a legnagyobb problémája, nincs kultúrája az önsegítésnek sem. Nem tudunk segítséget kérni, és nem tudunk segítséget így ezáltal jól adni. Addig a pontig, amíg nem tudunk holisztikusan szemlélni valakit, egy problémát nem tudunk holisztikusan látni, addig a pontig, amíg Magyarországon a pszichés támogatás nem jól működik, addig mi kívülről nem tudunk segíteni. A segítés nem az, hogy adományokat gyűjtünk, és adományokat adunk, megoldásokat kellene találni. Megoldásokat arra, hogy egy adott család, tegyük föl mondjuk egy beteg gyermeket ápoló család, megoldás, persze, nagyon jó, hogy tudunk segíteni, el tud menni egy újabb terápiára, ki tud menni külföldre, gyógyszereket, létfontosságú, és azt nem is kérdőjelezem meg, de ez hosszú távon, ez nem megoldás. A megoldás az, hogy mi civil szervezetek, megoldó kulcsokat adjunk családoknak a kezébe, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy csak akkor tudunk társadalmat építeni, és egészséges társadalmat, ha a legkisebb egység a család, az egészséges. És ha az egészség az lelki oldala is van, nem csak egy testi, fizikális oldala. Tehát én egy érintett anya vagyok, aki valószínűleg a következő 100 évben, ha azt megélem, és itt a civilségben nem botlok meg, akkor ez egy nekem ez az ászló, és a mi alapítványunknak ez az ászlója. Köszönöm szépen. Azt hiszem, Orsa, hogy te abszolút rá tudsz erre csatlakozni, hogy a lelkileg is és mentálisan is rendben kell, hogy legyen. Mesélsz egy kicsit arra, hogy mi a te érintettséged? Igen, én hát itt folyamatosan bólogattam és mosolyogtam, hogy Kata, abszolút szívemből szóltál. Szerintem, ami a legfontosabb kérdés itt, az egy ilyen össztársadalmi szemléletváltás, amit nagyon fontos lenne elérni, hiszen tényleg akkor tudna működni a civil szféra munkája, hogyha az emberek ezt teljesen természetesnek vennék, és hajlandóak lennének arra, hogy odafigyeljenek ezekre a hangokra. De visszatérve, Orsi, az eredeti kérdésedre, én abszolút személyes indítatásból kerültem a traumaambulanciához, ugyanis én magam is egy baleset túlélője vagyok, egy olyan maradandó sérüléssel, ami az egész további életemet, illetve a környezetem további életét is nagyon erősen befolyásolja. Tehát én abszolút az az ember vagyok, aki 24 órás segítséget igényel, és az én édesanyám, az én családom, a barátaim ugyanúgy érintettjei ennek a történetnek, ennek a balesetnek. És először személyes motivációból, kvázi önmagam meggyógyítása érdekében csatlakoztam a traumaambulanciához, kerestem a lehetőséget, hogy hol tudok dolgozni, hol tudom feldolgozni ezt a traumát, és szépen lassan húzott be ez a szervezet, és most már abszolút világmegváltó tervekkel dolgozom, és tevékenykedem, és tényleg abban hiszek, hogy eszközt és megoldást kínáljak akár a sorstársi csoportnak, akár az össztársadalomnak is, hiszen a trauma az életünk része, nem csak egy baleset érintettje, traumatizálódhat, hanem bárki, bármikor. Úgyhogy ezen dolgozunk, hogy olyan programokat fejleszünk, olyan szolgáltatásokat nyújthassunk, vagy olyan tudást adhassunk át, ami releváns, és ami nagyon-nagyon fontos és nagyon nagy érték szerintem nálunk, az a személyes tapasztalaton alapuló tudás. Tehát én nagyon nyíltan és nagyon őszintén beszélek mindig arról, hogy egy baleset után, egy gerincvelő sérülés után a kerekesszékben milyen élni, és hogy ennek a mentális és lelki oldala hogyan alakul.
Köszönöm szépen, Szandra. Te is kapcsolsz egyébként ugye a civil vonalhoz, vagy legalábbis nagyon elkötelezett voltál, amikor itt futottak a nem luxus táska kampányok. Mesélsz egy kicsit erről, hogy ez hogyan jött nálatok, és te mit éltél meg ennek kapcsán? Igen, itt nagyban bólogattam és figyeltem, hogy egyrészt, tehát, hogy mi nem vagyunk alapítvány, mi nem vagyunk non-profit szervezet, mi civilként kitaláltuk Huszka Ágival, hogy, és később ugye Kovács Pálfi Anna is csatlakozott hozzánk, ugye nem luxus táskával, kitaláltuk, hogy gyűjtünk adományokat, ugye a táskába intim higiéniai termékeket, és a rászoruló hölgyeknek adományozzuk őket. A partnerünk pedig ugye a Málta volt, mint logisztikai partner, hogy el is jussanak ezek a táskák a megfelelő személyekhez. És mi ugye tényleg egy ilyen business mindsetet raktunk emögé a program mögé, tehát nem feltétlenül akadályozott minket bármi már megszokott non-profit gyűjtés, mint ahogy ugye említette Kata is, hogy oké, hogy mi egy... Tehát nem mondom, hogy megoldást nyújtottunk, hiszen ez is ugye adománygyűjtés volt. Táskákat gyűjtöttünk benne intim igényi termékekkel, viszont nagyon-nagyon nagy fókusz van azon, hogy edukáljuk az embereket. Menstruációs szegénységről, arról, hogy hogyan kell egyáltalán hozzáállni ezekhez a dolgokhoz, és mi piszokul használtuk a social médiánkat, meg beszéltünk tényleg mindenről tabuk nélkül, és pont emiatt is lehetett szerintem egy könnyebb dolgunk, hiszen mi civilként úgymond azt mondhattunk, amit akartunk. Oké, hogy ott volt Anna a máltai részről, viszont bennünk, tehát hogy nálunk is felmerült az, hogy nem miért éri meg nektek ezt csinálni, és csak akkor nyugodtak meg az emberek, hogyha azt mondtam, hogy annyi backlinkeket kaptam a nagy oldalakról, hogy ezért erősödött maga a vállalat megjelenése a Google szempontjából, és így biznisz szempontjából is volt értelme, na akkor nyugodtak meg az emberek. Hogyha nem mondtam valamit, hogy miért éri meg nekem ezt csinálni, akkor mentek tovább. Tehát ezzel teljesen egyet tudok érteni ilyen szempontból, hogy miért éri meg. És ez egy nehéz dolog. Ez a miért éri meg kérdés, ez mindannyiatoknál felmerült, és a másik ilyen közös kapcsolódás volt maga az edukáció, hogy ugye ez a mi okozza a sikertelenséget, tehát itt abszolút egy szemléletváltásra lenne szükség, és Kata, te nem túl derűs helyzetet vázoltál föl, hogy hol tart ma itthon mondjuk az egész hozzáállásunk az önkénteskedéshez, vagy a segítéshez, de szerintetek egyébként mi okozza a sikertelenséget, vagy mi a legnagyobb kihívás, mondjuk egy civil szervezet munkája és láthatósága kapcsán? Orsi, esetleg elmondott-e, hogy te mit tapasztalsz? Hát azt hiszem, hogy számunkra a legnehezebb dolog az a forrásteremtés, és lehet, hogy én csak azért mondom ezt, mert nekem nagyon nehezemre esik úgy viselkedni, hogy most engem akkor sajnáljanak, és adományozzanak, meg támogassanak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy civil szervezet, attól, mert civil szervezet, ugyanúgy lehet profi, ugyanúgy tud a versenyképes terméket vagy szolgáltatást átadni. Tehát nem egy alamizsna kell egy civil szervezetnek, hanem konkrétan, hogyha ő a gazdasági életben részt vesz, tud valami egyedi dolgot adni, akkor azért igenis fizessenek. Tehát, hogy ezt a gondolkodást így átvinni nagyon nehéz, illetve civilként sokkal nehezebb egy brandet felépíteni. Tehát multiként nyilván van egy bázisod, egy logód, ami elad mindent, és amit oda lehet tenni a fejléces papírra. Ezt nyilván saját multis tapasztalatomból is láttam, és ennek óriási ereje van, ez biztonságot ad. De civilként, hogyha oda teszem a traumaambulancia nevét és logóját, akkor valami nagyon ütős dolgot kell még oda tennem, mert ez egyelőre nem lesz elég. És az emberekben nincs meg talán még az a kultúra, hogy erre odafigyeljenek, és jobban odafigyeljenek adott esetben egy civil hangra. Pedig egyébként nagyon sok vállalati partnertől kaptuk már azt a visszajelzést, hogy sokkal specifikusabban tudunk megnyilvánulni bármiről, hiszen saját tapasztalatunk van, és adott esetben tűpontosan látjuk, hogy mi az, ami jó válasz lehet egy társadalmi kérdés.
kérdésre. Nálunk például ilyen volt, amikor ugye otthon szervezésre foglalkozom, rendszerezés, hozzátartozik ugye a szelektálás, és az adománytaxi, a Tomiék, ők vállalják azt havonta egyszer, hogy elmennek a házhoz, és a kiszelektált dolgokat, azt elviszik a megfelelő helyre, ugye hidat képezve társadalmi csoportok között ilyen szempontból, és amikor a Tomi mondja, hogy oké, kiszelektálod a ruhát, nagyon örülünk neki, de tegyél mellé mondjuk élelmiszert, vagy ha nagyon-nagyon jó fej vagy, egy kis pénzt, nem azért, hogy a Tominak úgymond legyen fizetése, hanem azért, hogy effektív a benzinpénzt azt ki tudják gazdálkodni, és az emberek nem gondolnak bele, teljesen jogosan nem beszélünk róla, hogy ahhoz, hogy az a kiszelektált ruha, ami még jó állapotú, eljusson egy megfelelő helyre, azért neki fizetnie kell az autót, azt, hogy benzin, azt, hogy esetleg valaki egyen közben, bármilyen ilyesmi, és oké, hogy kiszelekteljük a ruhát, és nagyon jól érezzük magunkat, hogy most akkor adomány, és legyen mindenki boldog a mi kiszelektált ruháinkkal, de azt, hogy a megfelelő szervezetek eljutassák, esetleg átválogassák, tárolják a megfelelő szezonon kívüli ruhákat. Erről nem beszél senki. És pont ez az, hogy oké, hogy én kiszelektálok valamit, és adományozok, és legyen boldog tőle bárki is, de csak a megfelelő ember, mert hogyha Gizi az adományboltba hazaviszi a családjához, akkor ő biztos lenyúlja, és az nem jó, ne adományozzunk oda, mert nekem egy megfelelő embernek kell odaadni, de kihatározza meg, hogy ki az a megfelelő ember, aki megkaphatja ezt az adományt egyáltalán, de azt, hogy fenntartsunk egy árammal, vagy bármilyen akármi, legyen egy telefon előfizetése a megfelelő adományszervezetnek, arra nem gondol senki, és ez egy nagyon-nagyon jó pont, amit mondtál. Köszi, Szándor. Igen, Kata? Én azt gondolom, hogy ez a kulturális hiányosság, tehát ami Magyarországon nem működik, mert működnie kellene. Tehát addig a pontig, amíg tőlünk megkérdezik, hogy ezt miért nem teljesen ingyen csinálod, tehát, hogy a gyógytornász miért nem ingyen tornáztatja a gyermeket, a pszichológus miért nem ingyen beszél a szülővel, és miért akarsz egy fillért is marketingre költeni, amikor, hát erre szükség van, hát téged megtalál a család, mert szükség van erre, tehát te egy szükségre nyújtasz egy szolgáltatást, akkor alapvetően miért kell magadat reklámozni? Tehát amíg ezek kérdések ma Magyarországon csak úgy működik jó egy alapítvány, ha az alapítvány profi, ha az alapítványnak van célja, ha az alapítványnak van bázisa, és az alapítványnak van pénze. Enélkül a három dolog nélkül ma Magyarországon nem tud egy alapítvány működni, és az egy nagyon nagy gond, hogy ugyanazt a tortát szereteljük. Tehát itt egy óriási nagy versengés van alapítvány és alapítvány között, mindenki saját magának akarja, nem tudunk tömörülni, mert mindenki azért az 1%-ért, mindenki ugyanazért az adományért dolgozik, mindenki azért dolgozik, hogy meg tudjuk különböztetni egymást, és nagyon fontos, hogy mindenki úgy dolgozik, hogy az rendkívül látványos legyen, csak az emberek, a társadalom csak azt látja, amikor valamit átad, de azt is megtámadják, hogyha ezt feltűnően adod át. Magyarországon meg lehet keresni celebeket, hírességeket, orvosokat, írókat, művészeket, sportolókat, de azok az emberek, az elhivatottságuk egy napra szól, és az lehet, hogy 5 napra hírértékű, de alapvetően ez egy alapítvány életében ez 5 nap. Elenyésző. Tehát, hogy annyira meg kellene tanulnunk, hogy egy civil szervezetnek hogy kell működni Magyarországon, annyira kellene ennek nyugati példák, a nagy magyar valóságra természetesen ráformálva, és ez nem abból áll, hogy mi önkéntes munkákat kötelező a gimnáziumban a gyerekeknek, nem tudom, 20 órát az érettségihez teljesíteni. Tehát nem ez az, amit keresünk, én azt gondolom az elmúlt 10 év tapasztalatából, és az érzékenyítés is, amikor egy barátnőmmel beszélgettem, aki Amerikában él, és egy alapítványnál dolgozik, és mondom magyarul neki, hogy érzékenyítettünk. Nem is érti a szó jelentését. Mi az, hogy érzékenyített? Azt mondta, hogy ennyire bugyuta fordítást, mi érzékenyítünk, 10 éve érzékenyítünk. Mit érzékenyítünk? Miről beszélünk? Amikor a társadalomban az, hogy az Orsival mi történt,
például, azt a társadalomban el lehet mondani, hogy, hogy ő egy, egy traumán átesett, nagyon, nagyon, nagyon együttérzett, nagyon sajnáljuk. Holott azt is elmondhatjuk, hogy azt súlypontozni, hogy kinek mi a trauma, és kinek mi a tragédia, és kinek mi a nehézsége. Nekem az a nehézsége, hogy, hogy nekem koraszülő gyermekem van, és 2 hetet voltunk intenzív osztályon, és nagyon nehéz volt szocializálni őt saját magam miatt is, és nagyon nehéz etetni. Akkor ezt elmondom egy olyan anyának, akinek 3 agyvérzése volt a gyermekének, és mozgássérült, akkor ő azt mondja, hogy neked ez a problémád. De hát de nekem ez a problémám. Uh-huh. Erről őszintén beszélni? Hát, hogy azt gondolom, hogy ilyen alapkérdésekben nem találjuk a probléma kulcsait. Ha ezt megtalálnánk, és ezt tudnánk a társadalomba elültetni, és nagyon korán a szülők már tudnának tükröt mutatni a gyermeknek, mert pont ezt viszi a gyermek, akkor most ma Magyarországon egy civil szervezet nem így működne. Ja, és nem tudnánk egymásra mutogatni. Tehát ugye ez egy nagyon, nagyon, nagyon magyar dolog, mutatni arra a másik szervezetre, hogy neked ezért könnyű, neked azért könnyű, jaj, mellé, ez állt, az állt. Nem. Itt teljesítmény van, és a teljesítménynek eredménye van, ami nagyon nehéz, aki minden, a mindenkinek nagyon nehéz. Bocsánat, hogy Tünde, igazából pont, bocsánat, téged akartalak megszólítani, és pont annak kapcsán, hogy nálatok, mivel egy ernyő szervezet vagytok, ezért te tapasztalod ezt a fajta versengést, illetve az edukációra akartalak még behúzni, mert hogy nektek meg ez az egyik nagy missziótok. Igen, ez elképesztő jó dolgokat mondtok, és próbálok mindenhez ilyen kiegészítőként rákapcsolódni, mert hogy mindenről gondolok valamit. Szóval, hogy mindaz, amiről beszéltek, az úgy tudom megfogalmazni, hogy a működés, mint maga, az tabu. Tehát olyan, mintha Magyarországon varázsütésre kellene, hogy működjenek az alapítványok, meg az egyesületek, mint hogyha oda nem kellene humán erőforrás, tehetséges humán erőforrás, mintha oda nem kellene iroda, már pedig szervezetet építeni ráadásul egy olyan szenzitív területeken, mint ahol ti dolgoztok, ahol egy társadalmi problémával foglalkoztak, ahol a társadalmi probléma végén egyes emberek állnak. Tehát egy elképesztő kapcsolatorientált biznisz, és egy ilyen helyzetben szervezetet építeni nem lehet magánéletben, otthonról, tehát ahol profi munkakörülmények kellenek, aminek esetleg irodának rezsie lehet, ahol bizony ugyanúgy telefonálni kell, ügyekben intézkedni, amit, tehát hogy nem bár azt gondolom, hogy jól működtetni szervezetet tehetséges emberek tudnak. Tehát nem lehet elvárni tehetséges emberektől, hogy egy olyan áldozatot hozzanak, amit egyrészt nagyon kevesek tudnak meghozni, és az a nagyon kevesektől sem érzem azt, hogy etikailag elvárható, hogy hozzon egy olyan döntést a család, hogy azért, mert ne adj Isten el tudja tartani mondjuk a férfi tagja a családot, azért a nő bevállalja azt, hogy mondjuk ő nem keres, és szívből dolgozik egy ügyért. Mert hogy a boltba sajnos soha nem kaptam még egy doboz tejfölt azért, mert ide rám volt, hogy egyébként én azért dolgozom, hogy non-profit szervezeteknek jól menjen, sikeresek legyenek, és a legvégén 200 000 gyereknek valahogyan javuljon az életminősége. És rá utalva egy picit, és nem tudom, hogy nem vagyok pontosan tisztában az arányokkal, de az egészen biztos, hogy még egy for-profit vállalkozásnál, vagy vállalatnál a költségek, tehát a kiadások úgy oszlanak meg, hogy talán maximum 20%, ami arra konkrét termék vagy szolgáltatás előállítására fordítódik, és 80% minden, ami körítés, ami a marketing, a reklám mögötte, addig, hogyha véletlenül egy non-profit szervezetnél az alány fordított magyarul, ha 20%-ot merne esetleg abból a pénzből, amit összegyűjt, arra fordítani egyébként, hogy hirdetésre, láthatóságra kölcsön, az már pont múltkor került a kezembe egy nemzetközi tanulmány, nemzetközileg is kéréses, mert hogy van egy ilyen furcsa varázsszám, ami 10 pár%, hogy az illik, és egyszerűen fel nem fogom, hogy hogy. Tehát, hogyha én mondjuk befektetnék 1 millió forintot arra, hogy gyűjtsek 40-et vagy 60-at, hogy az miért is nem lenne valid? És a tortára visszatérve vagy visszautalva, azt elfejtettem az elején mondani, hogy az EPI az legelső pillanattól kezdve, amikor még nem is volt iroda és nem is volt helyem, ahol vagyok, valamiért bekattant nekem, és fogalmam sincs, hogy honnan, hiszen én nem civil szférából jövök, hogyha elkezdek egy ilyet építeni, akkor egyetlen egy dolgot fogok a legeslegelejétől kérni a szervezetektől. Minden ingyen van itt, egyetlen egy dologgal kell fizetni, itt együtt kell működni.
Tehát itt nem buli az, hogy bejárunk egyesével irodába dolgozni. Itt bele kell tenni a feladatot és a tudást a közösbe. Azért, mert én azt gondolom, hogy az a torta, amin osztozkodnak jelenleg a szervezetek, az egy olyan picike torta, amiből még egy akkora tortát lehet növeszteni, és hogy nyilván ennek kell lennie a célnak, hogy ez ne egy pici torta szeletelődjön, hanem egy óriási torta, mert hogy rengeteg még az olyan ember, akinek nincs ezzel dolga. És az a feladatunk, hogy ezzel előbb-utóbb mindenkinek legyen dolga, és nyilván mindenkinek a saját lehetőségeihez képest. Aki el tud menni önkénteskedni havi egy napot, az elmegy, aki a szakértelméből rá tud szenni havi 5 órát, az rászán, aki havonta be tud állítani egy 2000 forintos előfizetést, az beállítja. Egyszer, és igazából az a szörnyű még, hogy egyelőre ez egy olyan kontextusban történik, hogy van a civil szervezet, aki kér, de hogy ez, és ahol hálásnak kell lenni ezért az adományért, és ez egész egy ilyen nagyon nem egyenlő szituáció nekem, vagy legalábbis nem egy ilyen, nem egy kiegyensúlyozott helyzet. Nekem hálálkodni kell, és igazából a kontextus az is lehetne, hogy én információt adok neked arról, hogy milyen szuper munkát végzem, és megcsinálom helyetted, csak állj be mögém valahogy. És hogy nem az lenne talán a legfőbb üzenet, hogy én kérek, mert hogy ettől valóban én is tök szarul érezném magam, és hogy néha csodálom ezeket az embereket, itt látom napi szinten, hogy kampányról kampányra kérnek, és kérnek, és kérnek. És nyilván ez egy borzasztó nehéz feladat lesz, és nagy munka változtatni azon, hogy előbb-utóbb ez a kontextus, ez ne a kérés kontextusa legyen, ahol van egy valaki, aki jóságosan ad, én pedig a végtelenül hálás vagyok, és megalázkodom azért, hogy nekem adtak. Hiszen én neki olyan vagy ő, vagy olyan feladatot csinálnak, amit nem csinál meg senki. Ahol van egy óriási luka a szűrőn. Szóval, fú, igen, erről napokat. És igen, azt gondolom, hogy aki független és megteheti, és már pedig az EP is az, annak egy feladata van, hogy bázist építsen, tehát embereket érjen el, és utána egyszer adjon reális valós információkat, és megpróbálja az embereket arra edukálni, hogy iszonyatosan szuper dolog, amit itt csináltok. És hogyha egy nem akarok márkákat mondani, hogy egy bármilyen termékeket gyártó vállalat vezérigazgatójának mondom, hogy soha nem kérdőjeleztük meg, hogy van fizetés, akkor hogyan kérdőjelezhetjük meg, hogy nektek van fizetésetek? Tehát nekem ez elképesztően szürreális, és egyébként keresem, hogy ez hol alakult ki. Tehát hány 10 évvel ezelőtt szocializálódott úgy a társadalom nagy része, hogy ez így normális. Mert hogy egyébként, ha egy picit is belegondol bárki, tényleg szürreális. Szóval... Igen, és ugye ez nem csak itthoni szemlélet, én TEDx előadásokat is láttam erről, és posztoltam is a közelmúltban, hogy ez nemzetközi szinten is ez a torzulás van, hogy teljesen validnak éljük meg azt, hogy egy for profit szervnél a tudásunk és a tehetségünk az busásan van díjazva, és senkinek nem kell hálálkodni azért, hogy ja, köszi, hogy kifizettétek a munkadíjamat, miközben meg elvárjuk azt, hogy azok, akik egyébként értünk dolgoznak, vagy valami nemesebb célért dolgoznak, és nem a profit az elsődleges, hogy meg valamiért ez az általános elvárás, hogy közben halljál éhen, és egy lepukkant kocsi, nem tudom, milyen csomagtartójából intézd az ügyeidet, mert hogy az adakozó pénzét nehogy már a munkakörülményeid javítására mert költeni. Szóval ez tényleg nagyon csúnyán el van csúszva. Bocsássatok meg, hogy egyetlen egy nagyon fontos gondolat maradt, és ez nagyon rövid, hogy ez tök valid, mert hogy nyilván félreértik az emberek, de tök valid, hogy egy non-profit szervezet működésének mindig is óriási része lesz az önkéntesség, hiszen a bázis, akik bekapcsolnak a szervezet életébe, az mindig is az marad, de a stabil működést, azt nem lehet önkéntesekből elővarázsolni. Tehát az, hogy stabilan valaki azt napi 8 órába profi működtetni tudja, azt önkéntes alapon nem lehet. Tehát ez két külön dolog. Az, hogy az alapműködtetés az biztosítva legyen, és nyilván onnantól várható csak el a növekedés. Onnantól várható, hogy előbb-utóbb egy profi nagy szervezet nő belőle, és nem az lesz, hogy van 10 000 civil szervezet ugyanarra az ügyre, hanem lesz egy, aki végre tényleg úgy tud az a problémához hozzányúlni, hogy a végén a társadalmi hatás az látható, és összemérhető nagyságrendű. Na, de és ezért van 60 000 civil szervezet. Mert pici helyi dolgokat tudnak csak önkéntes alapon 1-2 órában ellátni. Bocsánat, ez nagyon fontos, hogy ugye ti mind pesti szervezet vagytok. Tehát, hogy akkor még ott szeretném jelezni, hogy ez a nagy Pest központú létben a vidék az teljesen eltűnik. Tehát nekünk mondjuk 10-szer annyit kell tenni egy adott, mert nincsenek nagyvállalatok, nincsenek multik, minden el tud vinni. Számtalan olyan példánk van, hogy megkerestünk egy multit,
eljutottunk a harmadik körig, amikor a támogatásnál tartottunk, és akkor azt mondták nekünk, jó, de Pesti ilyen alapítvány van? Van. Jó, akkor annak tudnánk egy elérhetőséget adni. Most. Én az elmúlt 10 évben nagyon-nagyon sok mindenről tudnék mesélni, ami rendkívül bosszantó, és ez az, hogy mekkora a torta, meg hogy közösségben, én csak közösségben. De azért az egy nagyon nehéz és fájó pont, amikor valaki dolgozik, húzza az igát és viszi, és utána egy perc alatt valahogy az eredmény másnál érkezik meg. Tehát, hogy az egy nagyon nehéz helyzet. Nehéz helyzet mondjuk a munkatársaimban azt mondani, hogy gyerekek, hát az eredmény a fontos, nem? Tehát, hogy végül is nem minket veregettek hát, de eljöttünk valamit. Tehát ez dolog, hogy erről beszéljünk, Magyarországon minden Pesten kezdődik, és ott is ér véget. Térjünk egy kicsit vissza a láthatóságra. Én ugye marketinges oldalról is gondolkozom ennek az egésznek a kapcsán, és ugye mi is a Zsolya Communication-nél több alapítványnak is igyekszünk a tudásunkkal segíteni, és így kapcsoltunk össze ugye az FP-vel is, és ennek nagyon-nagyon örültünk. Viszont ez is egy általános tévhit, hogy segíteni egy civil szervezetet, az csak a pénzünket tudunk, és ezért nagyon sokan fel is teszik a kezüket, egyfajta ilyen kényelmes megoldás is tud ez lenni, hogy hát nekem se jut elég, ezért nehogy már még én támogassak mást. Viszont rengeteg más módon tudunk segíteni. Ilyen az például, amikor mondjuk a tudásunkat ajánljuk föl valakinek, de hogy ti mit tapasztaltok és láttok, hogy mennyire nehéz tényleg láthatónak lenni, vagy illik-e láthatónak lenni, mert az én egyik nagy megdöbbenésem az volt, amikor az általam segített civil szervezetek képviselői azt mondták, hogy ja, hát nem tudunk csak úgy hirdetést elindítani, mert az nagyon visszás lesz, és nagyon negatív felütése lesz, hogy szerintetek illik-e, lehet-e, vagy hogyan lehet ezt jól csinálni? Kata? Szerintem mindenkinek jól kell érezni magát a segítésben. És ezt megint oda tudok visszautalni, hogy ez nem lehet Magyarországon. Tehát igenis, például mi egy céghez, egy vállalathoz úgy megyünk oda, hogy azt mondjuk, hogy érezd jól magad te is. Mit szeretnél, te mit kérsz ezért cserébe? Reklámozzuk meg a Facebook oldalon, készítsünk egy interjút, mondd el, hogy neked mi az indítás, hogy te segíteni szeretnél. Mondhatjuk azt, hogy te kerestél meg minket. Tehát nagyon sok mindent tudunk mi jól kommunikálni, mert lehet, hogy ő meg is keresett volna minket, csak az információ nem jutott el hozzá. Az első beszélgetés kapcsán addig jut el az ember, hogy be tud mutatkozni. És azt mondja utána az a segítő, az a támogató szervezet, mondjuk szervezet, hogy akkor én segíteni szeretnék. Én nem veszem el tőle azt a lehetőséget, hogy ez benne, hogyha ez az információ elérte volna, hogy ő fölajánlotta. Tehát én azt gondolom, hogy ebben mindenkinek jól kell érezni magát, és igenis úgy lehet jól segíteni, ha mindenki jól érzi magát. Tehát én szerintem igenis nem magamnak kérek, tehát én nem fogom rosszul érezni magam ettől. Volt olyan, hogy kidobtak 10-szer és 11-szer visszamásztam az ablakon. Nekem van egy belső érintettségem. Nem, és hozzá tudom tenni, nem magamnak kérek. Nem ebből, mert én valószínűleg azt az összeget, amit te felajánlasz, azt a segítséget, amit te felajánlasz, és itt szerintem a segítség a tudás mellett a kapcsolat. Tehát a kapcsolatotőke az rendkívül fontos. Legyen kapcsolatod egy olyan híres, elismert személlyel, aki majd minket visz a hátán tovább, de legyen kapcsolatod mondjuk az egészségügyi szférába, abban nagyon nehéz szerintem bejutni, tehát egészségügyi alapítványt nagyon nehéz működtetni, de legyen kapcsolatod egy olyan szervezettel, mint a tündéjét, tehát hogy ez mind kapcsolat, és mind bizalmi kör. Ezt egyszer lehet eljátszani. Tehát hogy azt mondom, hogy ezek a nagyon fontos dolgok, és akkor emellett persze pénz nélkül nem működik egy alapítvány. De ennek mind ott kell lenni, és az nagyon fontos, hogy nem lehet állandóan kérni. Tehát ugyanazt a bört nem lehet lehúzni, ugyanazokról a cégekről. Nekünk például egyetlen egy nagy adománygyűjtő
rendezvényünk van, minden évben, szeptemberben egy jótékonysági koncertünk. Erre a jótékonysági koncertre kizárólag adományokat várunk, pénzt várunk. Mindig megvan a célja, hogy ezt mire fogjuk elkölteni előre. Ez mindig egy 6-700 fős koncert, és ez egy több millió forintos bevétel, de nagyon fontos, hogy ezen a koncerten azok az emberek is ott legyenek, akik nem pénzzel segítettek minket, hanem azok a védőnők, azok a szervezetek, az a pedagógiai szakszolgálat, az az önkormányzat, az a segítő művelődési központ, aki ingyen odaadta azt a helyet nekünk, azok az orvosok, az a bárki XYZ, aki bejön az utcáról, aki abban az évben a mi segítségünkre volt. Itt nagyon fontos dolog, amit mondtál, hogy ha valaki pénzt adományoz, akkor az olyan megfoghatatlan, hogy mire fogjátok költeni. És amikor ugye nem luxustáskával gyűjtöttünk, akkor mi social médián, tehát hogy mi Ágival nagyon-nagyon erősek vagyunk, mind Instastory-ban, mind social médián, és mi ezt kihasználtuk. Tehát már, amikor elkezdtük az adománygyűjtést, akkor azt mondtuk, hogy oké, mi mindent felpakolunk, minden egyes lépést. És ilyen szempontból könnyebb volt nekünk, hiszen kaptunk egy táskát, azt átnéztük, és magát a táskát továbbadtuk. Tehát könnyű volt ugye elszámolni, hogy az a táska, az majd egy megfelelő emberhez jut, úgy, ahogy van. Viszont fontos volt az számunkra, hogy mindent dokumentáljunk. És ez nagyon nehéz elmagyarázni valakinek, hogy aki nincsen benne ebbe a social media világába, hogy mi az Ágival abban az egy hónapban napi egy kötőjel 2 órát a marketingre szántunk csak a kampány során, csak azzal, hogy Instastory-kat gyártottunk, hogy képeket gyártottunk, hogy elmentünk a tévébe, hogy elmentünk a rádióba, hogy arról beszéltünk, hogy. Tehát ez napi 1-2 óra volt, ami csak azzal ment el, hogy úgymond promózzuk, és konkrétan visszajelzést adjunk az embereknek, hogy mi történik, edukáljuk őket, most bejött a táska, így lehet, úgy lehet, ezt nem lehet, azt nem lehet. És amikor valaki pénzt adományoz, hiába van meg nálatok, hogy pontosan mire fogjátok költeni, és konkrétan szerintem centre pontosan le van írva mindenhol, hogy mire fogjátok költeni, az olyan megfoghatatlan. És ez az, ami szerintem egy kicsit bizalmatlanságot ad a hagyományos emberekbe, hogy oké, én pénzt adok, de mire fogják költeni. És szerintem ez az, amit látok, vagy tapasztaltunk a Nem Luxus Táska során, hogy ezt, hogyha transzparensen közli minden egyes szervezet, és úgymond tényleg beavatja az embereket, akik adományoznak, hogy na, akkor ez mi, akkor jó érzése lesz az embereknek, de ha nincs meg, akkor ott van az a bizalmatlanság. De nálatok egyébként a láthatóságnak az edukálása az általatok támogatott szervezetek felé, az mennyire fontos, vagy hogyan támogatjátok, vagy segítitek őket abban, hogy merjék használni ezeket a mindenki által ismert csatornákat? Egyébként én azt gondolom, hogy nekünk szerencsénk van olyan szempontból, hogy nagyon, nagyon jó szervezet. Ez kívül véletlen, mert az első 3 szervezet volt, akit én kerestem meg, az sem igaz, talán 2, és utána onnantól kezdve a szervezetek keresnek meg minket. De hogy nagyon fontos, hogy van 1 vagy 2 nagyon ügyes csapat, uh-huh. És fantasztikus látni, hogy gyakorlatilag van, ahol csak 1 hónap elég, hogy átfoljon a többihez, uh-huh. Van, ahol kell 1/2 év, mert bátortalanok, és úgy érzik, hogy nem az ő stílusuk, de pénzt mondjuk nagyon kevesen költenek, mint ahogy még a vagányakkal is beszélgetnünk el, és le kell ülnünk a mai napig azon, hogy bent van-e normálisan az embereknek a fizetése a tervben, meg a büdzsésorban. Hát, hogy még azért, még ebben egy ilyen környezetben is nyomja őket az elvárás, hogy de mi van akkor, hogyha erről majd beszélni kell. A másik oldalon azt gondolom, hogy az a láthatóság, a jelenlét, az akinek van rá ideje, és itt nyilván megint az idő a szűk tényező, hogyha valaki nem kap érte fizetést, akkor nem tud 8 órát ezzel foglalkozni, és ezt nagyon jól mondta Alexa, hogy
idő kell, iszonyat idő kell ahhoz, hogy jelen legyen. Hát egy posztot, hát én tudom, hát én mondjuk én nem vagyok kommunikációs szakember, de amíg nem volt segítségem, én szenvedtem ezeket ki, hát amikor nem jött az is, hát 2 órát ülök egy posztban. Tehát, hogy amikor ezt le kell írni, meg összerakni, ez nagyon fontos, és ugye időt rá kell szenni, és akik nagy önkéntes bázissal dolgoznak, és el tudja érni, hogy legyen egy önkéntese, vagy 2-3, vagy egy kis csapat, aki folyamatosan menedzseli, ott gyönyörűen működik. És akinek meg ott van, hogy még azt az egy fél bért is, ami tényleg a szervezet vezetője alig köhögik ki, az egyszerűen nem tud mit kezdeni ezzel a kihívással, hogy tudja nagyon jól, hogy ott kéne lennie, jelen kellene lennie, de azt egy embernek működtetni kell. És megint oda visszakanyarodtunk ugye a fizetések kérdéséhez. Jó, akkor ez egy üzenetünk akkor mindenkinek, hogy akinek van social media affinitása és ért az online kommunikációhoz, az bátran keressen meg számára a szívéhez közel álló civil szervezetet, és ezt a tudását ajánlja föl, mert hogy ez ahhoz, hogy ismertek legyünk és láthatóak legyünk, ez nagyon fontos. Jó, kanyarodjunk rá egy... Igen, Bucsikata? Ez egy szakma. Tehát, hogy nektek azért ezt nem kell mondani, hogy ezt... úgy csinálni, hogy nálunk is, én is, nem tudom, vittem 2 évig, nem is értek hozzá, tehát, hogy valamit úgy gondoltam, hogy ugyanazt adom át, amit én abból érzek, aztán vitte valaki önkéntesként, aki kedden nem biztos, hogy kész lett a poszt, mert neki szerdán is elég, azért egy önkéntes, van egy munkája is, tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon gyorsan változhatnak események, amire reagálni kell, és nagyon nehéz ezt szerintem kizárólag önkéntesen művelni. Ez egy szakma, minden jó szakembert meg kell fizetni. És itt, igen, itt a bérezésre megint visszatér az ember. Tehát nagyon nehéz szerintem ezt önkéntes alapon elindítani lehet, meg segíteni, meg támogatni, meg ötleteket adni. De hosszú távon együtt dolgozni, az nagyon nagy munka. Hát ezt mindenkinek nyilván mérlegelni kell, hogy mik azok az erőforrásai, amivel támogatni tud egy szervezetet, de ez nagyon fontos, hogy erre felhívtad a figyelmet, Kata. Mivel lassan lejár az időnk, ezért egy különösen fontos kérdéssel szeretném itt a gondolatot továbbvinni, mégpedig a mai beszélgetésünknek az egyik fő apropója, hogy most egy kiemelt időszak van ugye a civil szervezetek idejében, méghozzá ugye az 1% felajánlásának az időszaka, és én úgy látom, hogy elképesztő tévhitek vannak e körül is, és még sokak számára mindig nem világos az, hogy igazából ezt nem a saját fizetésemből fogják úgymond levonni, hanem ez ott van egy nagy kalapban már, és az én dolgom annyi, hogy a könyvelőmnek, vagy a bérszámfejtőnek jelezzem, hogy nem behagyni akarom a kalapban, hanem a megfelelő szervezethez eljuttatni. Horsi, esetleg mondasz néhány mondatot arról, hogy nektek szükségetek van erre az 1%-ra, hogyha igen, akkor meg tudják ezt tenni, hogy nektek fölajánlják. Igen, hát szerintem minden civil szervezetnek nagyon nagy szüksége van erre. A Trauma Ambulancia Egyesület egyébként még egy nagyon fiatal civil szervezet, úgyhogy mi a közhasznúsági státuszt, ami az 1% befogadásának a feltétele, azt a következő időszakban fogjuk csak megszerezni, tehát egyelőre nem tudjuk gyűjteni az 1%-okat, viszont én, mint jogász, mint adótanácsadásban jártas mondjuk szakember, illetve magánember is folyamatosan próbálom edukálni a környezetemet arról, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Senkinek nem szeretem megmondani, hogy konkrétan melyik szervezetnek adományozom, viszont hogyha már a hajlandóságot egy picit tudom növelni, akkor ez egy nagyon jó dolog, és bízom abban, hogy jövőre az ambulancia majd tud egy olyan kampányt indítani, ami nagyon hasznos lesz, és nagyon eredményes. Köszönöm. Tünde, nálatok gőzerővel zajlanak most az 1%-os kampányok? Igen, nekünk tavaly is voltak új 1% fogadó szervezeteink, akik baromi jól teljesítettek, és most is vannak olyan szervezeteink, akik idén fogadhatnak először 1%-ot. Hát a régi nagyok el vannak. Azért az 1% egy nagyon furcsa, érdekes találmány, mert ugye nagyon nehéz mérni a belefektetett energia, a kommunikációs aktivitásnak a hatását, hiszen jövőre valamikor, talán nem akarok hülyeséget mondani, de jövőre valamikor, vagy év vége fele talán ki lehet kérni már az adatokat, de hogy nem lehet összelinkelni és összemérni időben
hogy amit én belefektettem, az beválik, és valószínűleg itt is igaz a nagy számok törvény, hogyha valakinek erre van forrása, és tud rááldozni, akkor előbb-utóbb az biztos meghozza, de ha valakinél az 50 ezer vagy 100 ezer forint is mondjuk jelentős tétel, és nem meri belerakni, akkor valószínűleg volument nem lehet elérni, vagy nem lehet olyan bevételeket produkálni 1%-ból, pedig, hogy ez igen, ez egy óriási fájó pont, amikor tavaly mi elkezdtük kiszámolgatni, hogy egyik hogy az itt lévő szervezeteim, és a köztük van 100 milliós évi büdzséből működő, és volt akkor 3 milliós éves büdzséből működő is, hogy hány száz évig működhetnének el abból a bennmaradó 1%-ból, amit nem ajánlanak fel az emberek. És kijött, olyan számok jöttek ki, döbbenet, annyira jól érzékeltette az, hogy 500 évig elműködött volna mondjuk egy közepes szervezet, anélkül, hogy valaha is egy forintot kérjenek, vagy fillért kérni kelljen emberektől, a mostani büdzséjével, szóval, hogy többenet, és nagyon sokat gondolkodunk nyilván, és sajnos az a konklúzió, hogy itt ugye rendszer szinten kellene eljutatni az emberekhez az üzenetet, és ugye hiába próbáljuk meg mi szervezettek kicsiben körülöttünk elérni, azokat el is érjük azokat az embereket, és azok fel is fogják ajánlani, jó esélyre egyébként fel is ajánlották. De az, hogy olyan helyekre eljusson, ahol tényleg még soha életében senki nem foglalkozott 1%-kal, ahhoz nagyon kellene rendszer. És ugye a rendszer itt az állam. És ha nincs ebben egy nagyon konkrét, komoly állami akarat, akkor ez egy őrült munka lesz nekünk így picibe összerakni, hogy egyszer majd ott a nem tudom, 200 kilométer és egy kis faluba is tudják az emberek, hogy ez már ott van, ezzel is semmibe nem kerül, de hogy óriási nagy segítség viszont egy szervezetnek, ha hozzájuk. Igen, hát azt mondjuk nem látjuk a tömegmédiából ömleni napi szinten 18-szor, hogy most ajánlt fel az 1%-od, és választ ki a számodra kedves szervezetet, és ajánlt fel, mert neked ez nem lesz plusz teher. Úgyhogy akkor ezúton is üzenjük az illetékeseknek, hogy ez nagyon hasznos lenne. De addig is talán kis lépésekben mi is hozzá tudunk ehhez járulni. Kata, nálatok hogy zajlik az 1% gyűjtése? Nálunk az elején nagyon, nagyon igyekeztünk, postán küldtük meg, aztán e-mailben, aztán felhívtuk, aztán plakátoltunk, és amióta nagyobb a közösségünk, azóta ugrott meg némiképp az 1%-nak az összege. Én továbbra is azt gondolom, hogy persze ez egy állami feladat, és nagyon fontos lenne, tehát magunkba kellene nézni, és magunkban is kellene hibát látni. Tehát hogy azért, azért egy magyar ember, egy értelmiségi magyar ember, az pontosan tudja, hogy ő adóbevallásra készül. Pontosan tudja, hogy fel az 1%-át felajánlhatja, sőt, 2x1%-át felajánlhatja. Tehát azért én azt gondolom, hogy amögé bújni mindig felelőssége, hogy hát nekem nem szóltak, de hát tudja, tehát azt is tudja, hogy adóbevallást kell készítenie, azt is tudja, hogy vannak civilek, azt is tudja, hogy vannak önkéntesek. Nagyon jó emögé bebújni, alapvetően nem vagyunk egy tevékeny nemzet. Tehát csinálja meg más. Nekem ebből is utána egy kicsit tudok ott tündökölni. Hogy nagyon nehéz az is, hogy az 1%-ot nem tudod megköszönni. Mert nem biztos, múltinak szeretné nagyon megköszönni. De annak az embernek, akinek eszébe jut, nem tudom, Baktóba, hogy a Rákóczi utca 23 szám alatt, hogy az anyuka meg az apuka nekünk szeretné adni, annak nagyon szeretnék küldeni. Látod, ezt tudjuk megvásárolni. Ezt viszont lehet jelezni. Tök jó lenne. Most már föl lehet tüntetni, hogy ki vagy te. De levélben nagyon drága megköszönni valamit, mert e-mail címet kellene kapni. Ugye ez is külföldre valahogy kicsit jobban működik. De mondom, én nekem ez egy nagyon fontos dolog. Mi mindig tudunk mutogatni, hogy ez miért nem működik. Magunkra mutogasson. Mi szülő. Mi beszélünk arról a gyerekeinkkel, hogy te milyen önkéntes munkát tudsz végezni. Amikor a saját gyerekeinket arra, hogy beágyazzon, arra nem tudjuk rávenni. A saját milliójét rendbe tudja tenni. Akkor mit várunk? Vagy hogy a szemet ne dobja el. Tehát azt várunk, legyenek alapítványok, akik szedik a szemetet. Nem, mondjuk ne dobd el a szemetet. Ez sokkal fontosabb lenne. Tehát, hogy én egy kicsit ezt megfordítanám. Én nem látom. Én abban sokkal nagyobb hibát látok, a mi felelősségünket. Hogy mi mögé bújunk, hogy mi kire toljuk rá a felelősséget, hogy mi mit akarunk elérni. Én azt szeretném, hogy egy olyan társadalomban éljünk, hogy nem kell szólni állandóan, hogy 1%-ot ajánlj fel. Muson eszedbe, hogy az 1%-ot föl kell ajánlani, mert az a sok, bocsánat, hülye, megszállott, aki neked akar segíteni, az ebből tud segíteni.
ez valakinek eszébe jut. Tünde, nektek esetleg van valamilyen statisztikátok, információtok arra vonatkozóan, hogy körülbelül hány személynek az 1%-a kell ahhoz, hogy mondjuk titeket vagy egy általatok támogatott szervet megfelelően tudjon támogatni, és az már így, tehát kiszámolják ezt például az alapítványok, hogy mi az a hívjuk fedezeti pontnak, amit idén mindenképp szükséges elérni? Szerintem ők nem számolják ki, hanem nyilván az egy érdekes adat, amikor megkapják, hogy hány ember ajánlotta fel nekik, hiszen ugye akkor lesz meg az, hogy körülbelül milyen társadalmi bázis az, amivel ők dolgoznak, hiszen akkor tudsz egy átlag 1%-nál el is számolni. És egyébként most volt egy ilyen táblázatom, de hogy az emberszám az arról most még egyszer nem ér bennem egy kép, hogy mi lehet egy átlagos. Azt tudom elmondani, amióta én itt látom az ő működésüket, hogy egy jól beágyazott szervezetnek, ami azt jelenti, hogy azt el kell érni ahhoz, hogy egy csomó ember legyen körülötted, legyen egy több ezres követő táborod, de egy jól beágyazott szervezetnek, akinél viszonylag sok önkéntes dolgozik, tehát magyarul be tudja mozgatni, hiszen azon, amit a kulcs azon van, hogy azok az emberek, akik körülötted vannak, ők be tudják-e vajon mozgatni a körülöttük lévőket, és azt mondani, hogy tényleg ne hagyd benni, és hogyha vagy ajánlj fel valakinek, és ha egyébként már nem tudsz dönteni, segítek, mert ez egy remek szervezet neki. És egy ilyen jól beágyazott szervezetnél azt gondolom, hogy első gyűjtésnél egy 1 millió forint körüli, mondjuk 800 ezer 1 millió forint körüli gyűjtés, az egy remek gyűjtésnek számít, de nálunk az a baj olyan szervezet, pont amiatt, hogy iszonyatosan jól beágyazott és önkéntes bázisra dolgozik, ahol 4 millió, több mint 4 millió forint volt az első gyűjtés. Ez teljesen atipikus. Én azt gondolom, hogy egy pár százezer forintnak már örülni kell és szabad egy civil szervezetnek első gyűjtésre. És hát nyilván határa csillagoség, de a másik oldalon, ha megnézzük például a kórházi alap, vagy az elszervezetek, mindig ott vannak az első százban, olyan óriási és elsősorban egyébként nagy egészségügyi intézményekben lévő alapítványokról beszélünk, ahol egyszerűen nagy számok törvénye meghozza szintén a nagy számokat. És hát igen, és megint van a másik kategória, ahol mondjuk sokat beleraknak, és akkor előbb-utóbb abból sok kipottyan, de hogy nagyon kevés szervezet tud, én azt gondolom, 1% kampányban nagyon sok erőforrás bemozgatni, emberileg és pénzügyileg. Bocsánat, nekem egy nagyon rövid hozzá, tehát hogyha én segíteni tudok, például mi azokat a cégeket, akik minket megkeres, akik minket támogatnak, azoknak a cégeknek mindig küldünk ki arról egy levelet, hogy idén mire fogjuk költeni, és kérjük, hogy hívják fel a dolgozóiknak a figyelmét, és arra nagyon büszke vagyok, hogy ugye általában az ilyen nagyobb vállalatoknak a dolgozói szoktak megszavazni adományt, vagy egy adott évnek a büdzséjébe ők is beleszólhatnak, és mi több ilyen adományt el tudtunk már hozni. Ez azt jelenti, hogy az az érintett szülő, valaki ott dolgozik, és annak tudtunk segíteni, és őt tovább tudta vinni a mi hangunkat. Tehát, hogy mi el is megyünk, tehát el is megyünk ilyen nagy vállalatokhoz, ahol összehívják a különböző osztályoknak a vezetőit, és beszélünk erről, hogy ez mennyire fontos. És hogy nekik mennyire fontos. Tehát nem csak az a lényeg, hogy nekünk a cél, hogy mi a mi célunk, hanem hogy ők hozzá tudják tenni, és ők jól tudják érezni magukat ebben. Talán ez az egyik legszebb ilyen félzáró gondolat. Én még soha nem tekintettem ebből az irányból így a támogatásra, vagy a civil szervezetekkel való kapcsolatban, vagy csak nem definiáltam, de hogy tényleg ez az egyik fő cél, hogy ebben mindenki megtalálja maga örömét, és boldog legyen ettől, akár az 1%-ot ajánlja föl, akár a tudását, akár rendszeresen önkénteskedik, vagy akár a mostani kiemelt időszakon kívül bármilyen összeggel is támogatja egy alapítást, vagy egyesület munkáját. A záró kérdésem az lenne hozzátok, hogy egy-egy szóban elmondjátok-e, hogy milyen néven még egyszer hol találnak meg titeket, hogyha tudnak nektek segíteni, akkor várjátok ezt az 1%-ot, és hát nyilván, hogy kövessék a ti munkátokat, és ha bármilyen lehetőségük van, akkor támogassák is azt. Orsi? Köszönöm. Mi a Trauma Ambulancia Egyesülettel jelen vagyunk gyakorlatilag az összes közösségi média felületen most már, Facebookon, Instagramon, illetve LinkedIn-en is. Van egy honlapunk, traumaambulancia.hu, illetve egy blogunk is, ahol személyes történeteket, illetve mentális
felépüléssel kapcsolatos írásokat olvashatnak az érdeklődők, illetve nem régen indítottuk el a Trauma Story podcast műsorunkat is, ahol személyes történetekről, megküzdési módszerekről beszélgetünk, illetve a következő hetekben tervezzük, hogy már meghívott vendégeket is meghallgatunk, akár a saját történeteikről, akár bármi más izgalmas kérdésről. És hát bár még 1%-ot nem fogadunk, de nyitottak vagyunk bármilyen együttműködésre, akár szívesen látunk egyesületi tagokat, önkénteseket, illetve hogyha bárki szeretne dolgozni ilyen témában a munkavállalóival, vagy csak úgy magánemberként, akkor keressenek minket ezeken a felületeken bátran. Köszönjük szépen, Kata! Mi a korábban érkeztem, a Pitvány vagyunk, koramentorház.hu, illetve a Facebook és az Insta oldalon is koramentorházként vagyunk fenn, és én nem kifejezetten 1%-ot szeretnék kérni, hanem azt szeretném kérni, mivel Magyarországon minden tizedik gyermek korábban érkezik. Mindenkinek van a szűk környezetében érintett. Nekünk az a legnagyobb segítség, ha őket el tudjuk érni, és ha ők segítséget tudnak tőlünk kérni, mert akkor mi ott vagyunk. És én ezt szeretném, és én nekem nagyon fontos, most itt öten vagyunk, tehát biztos, hogy a ti környezetetekben is van közvetlen környezetetekben. Bár a Délalföldön dolgozunk, de mindenhonnan az országból várjuk azokat a családokat, akiknek segítség kell, és akik a szülői kompetenciájukban kell, hogy megerősítsünk. Van élet a koraszülött intenzív osztály után, és ez a közösség meg tudja őket tartani. És ma este én például beszélgetek egy családdal, akinek 3 gyermeke van, és itt a COVID idején most már 6. alkalommal beszélget az alapítvány mindenféle szakemberrel, mindenféle témában, hogy a COVID idején hogy lehet a 24 órát elviselni, és a következő 24 órát várni. Úgyhogy várunk benneteket is, akár 8:30-kor. Én nem biztos, hogy ilyen ügyes vagyok, mint az Orsi, de nagyon elhivatott vagyok. Mondjuk ezt. Úgyhogy várlak benneteket, és én nagyon jól éreztem magam. Remélem, hogy lesz folytatás ennek a beszélgetésnek. Köszönjük szépen, Kata Tünde. Hát mi ugye social médián vagyunk fent, illetve van egy honlapunk. Minket támogatni nem lehet, hiszen mi egy magánember finanszírozásából működünk. A nálunk lévő szervezetek igen, tehát hogyha valakinek az a baj, az a probléma, hogy nem talál olyan szervezetet, vagy nem ismer jól szervezeteket, akkor ebben segítség lehet, hogyha mondjuk hozzánk kapcsolódik. És én nyilván azt szeretném kérni, hogy tényleg mindenki ajánlja fel, ne csúszol le, ne halogassa a következő hétre, mert hogy pár klikkelés és óriási segítség. És amit még én valószínűleg nagyon szeretnék kérni, és egy kívánságom lehetne a kis varázsmanótól, akkor az lenne, hogy mindenki valahogyan próbáljon kapcsolódni. Tehát annyi mindenről beszéltünk itt, annyi féleképpen lehet hozzátok kapcsolódni, kis idővel, odafigyeléssel, kapcsolattal, ha más nem, akkor egy havi rendszeres előfizetéssel, de egy egyszeri támogatással is, mert hogy őt jó segíteni. Tehát ez nyilván, akit egyszer ez behúz, azutána valószínűleg nem is fog érteni, hogy eddig ezt miért nem, vagy miért nem volt része az életének, mert hogy segíteni jó, és hogy azt mondom, hogy van annyi probléma és gond körülöttünk, hogy ez dolgunk is, hogy valamihez odaálljunk. Így van. Nagyon szépen köszönjük nektek, hogy időt szántatok ma ránk, és elmondtátok ezeket a nagyon értékes gondolatokat. Remélem, hogy minden hallgató tud majd valamit magával vinni ehhez, és aki esetleg hezitált, hogy fontos-e felajánlani az 1%-át, vagy bármi egyéb módon esetleg támogatni egy civil szervezetet, azt most egy picit el tudtunk indítani egy úton, meg egyfajta ilyen mindset formálást is elkezdünk, úgyhogy ahogy Kata is mondta, ez az út eleje, és remélem, hogy ilyen formációban vagy bármilyen másban, de fogunk még találkozni, úgyhogy még egyszer köszönjük szépen nektek, és legyen nagyon szép napotok, sziasztok! Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok. Természetesen Orsit ismeritek már, Zsolya Communication néven megtalálhatjátok őt a különböző social media felületeken. Engem pedig egyrészről ugye a vállalkozás fejlesztés lépésről lépésre oldalain, Facebookon, illetve Instán, vagy pedig, hogyha a rendszerezés érdekel, akkor a Kívül Belül Boldogság oldalain, akár még TikTokon is, de YouTube-on is megtaláltok engem. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és hogyha szeretnétek támogatni a mi munkánkat, hogy eljussunk több emberhez,
akkor nagyon örülnénk, hogyha megosztanátok akár ezt a podcast adást, akár a többi podcast adást másokkal, akit érdekelhet ez a téma. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és találkozunk 2 hét múlva. Sziasztok! Sziasztok!